Valójában nem is olyan eltitkolt, mint ahogy azt a cím sejteti, azonban a Minecraft azok közül minimum 10-ből 6 ember nem tudott erről. Többször feltettétek nekem azt a kérdést, hogy hogyan játszom gépen a Pocket edition tehát hogy egérrel is billentyűzettel, és hát ebben a videóban ez kiderül. Most ugye a képernyőn láthatjátok a Minecraft Windows 10 Edition logóját. Nos, ez az a Minecraft, ami igazából a mai videónk alanya, tehát erről nem tudtatok nagyon sokan, és igazából kérdeztem valamelyik videómban, hogy legyen egy összehasonlítás ez és a sima Minecraft között, és azt szavaztátok meg, hogy legyen, úgyhogy többek között ezért is készül ez a videó. Tehát mi is az a Windows 10 Edition? Lényegében ez ugye annyit takar, hogy ezt a Pocket Edition tudjátok gépen játszani, csak konkrétan más neve van. Egyébként főleg azokra a laptopokra lett kitalálva, ami alapból tud olyan funkciót, hogy egyszer laptop, egyszer pedig ha lehajtjátok róla a billentyűzetet, akkor pedig tablet. És mindkét verzióban működik, tehát hogy tabletként is és gépes formában is működik ez a Windows 10 Edition, és konkrétan ezekre lett kitalálva, viszont gépekre is ugyanúgy lehet használni, feltéve, ha van Windows 10 -etek. Voltak olyanok, akik ismerték már ezt a Windows 10 edition viszont nem tudták, hogy hogyan kell ezt letölteni, megszerezni. Ennek nem olyan egyszerű az útja, vagyis hát de, csak ugye nyilván rendelkeznetek kell egy Windows 10-es operációs rendszerrel, és adott esetben eredeti Minecraft-tal, Azért mondom, hogy adott esetben, mert az Xbox Store-ban, amit most láttok a képernyőn, ott meg lehet venni csak úgy simába a Windows 10 edition viszont az nem tartalmazza az eredeti Minecraftot, csak ezt a Windows 10 edition -t. Szóval, hogyha szeretnétek ezzel játszani, és nincs eredeti Minecraftotok, akkor én ajánlom, hogy először vegyétek meg az eredetit, és akkor kaptok egy gift kódot az eredeti Minecrafton belül, tehát a weblapon, amivel ki tudjátok váltani ezt a Minecraftot. Ingyen. Nekem is ez a helyzet állt fenn. Egyébként körülbelül egy hónapja még én sem tudtam, hogy mi ez a Windows 10 Edition, és sosem hallottam még róla ezelőtt. Viszont kipróbáltam, és hát nagyjából megfelelő, bár nagyon sok hibája van, amit mindjárt meg is fog mutatni, mert ugye lesz egy ilyen kis összehasonlítás. Alapból nem egy rossz koncepció ez a Windows 10 Edition, de ráférne azért egy kis javítás. Például az egy nagyon rossz dolog, hogy ha elindítom, akkor egy felvevő program nem érzékeli. Tehát csak teljes képernyős megoldással lehet ezt felvenni, ahogy ezt most is teszem, meg az eddigi videóimban is tettem, amikor történt ilyen Pocket edition gépes megoldás. Tehát itt is van Windows 10 Edition. Sokan azt gondolják, hogy ezzel már lehet multiplayeres szerverekre felmenni, mert hogy hát mégis gépen van, Viszont ez is egy nagy hátránya, hogy nem. Maximum ilyen PR szerverekre tudnátok felmenni, viszont én abban sem vagyok biztos, hogy, hogy ez megvalósulhat. Alapban mindenféleképpen kell egy Xbox fiók, vagy egy Microsoft fiók, amit létre kell hoznatok, de nyilván ezt már a Windows 10-nek a regisztrációja kor, ezt már meg kell tenni. És akkor itt be tudjátok állítani a saját skineteket, erre rányomtak, és akkor itt berakjátok a skint, viszont ez szerintem csak nektek fog így megjelenni, itt pedig meg lehet vásárolni skineket ugyanúgy, mint a Pocket Editionben. Itt vannak achievementek, ugye, ez már bemutató, illetve összehasonlító része a videónak. Itt elméletileg sokkal több achievement van, mint a sima Minecraftban, viszont nem tudom, hogy ez jót jelent -e, vagy pozitív dolog-e. De hát szerintem igen, hogyha valaki az achievementek szerint játszik, akkor ezt követve végül is ki lehet vinni ezt a Minecraftot. Itt van, hogy mennyi a game od ami pontosan nem tudom, hogy miért jó, gondolom ez valamilyen Xboxos dolog, hogyha megvan az 1580, akkor lehet, hogy ez a cucc átváltozik aranyjá, tehát ilyen arany és írja, hogy hány achievementet készítettél el, vagy végeztél ki, és hogy mennyit játszottam vele. Szerintem ez rosszul mér. Nagyon rosszul mérhet. Konkrétan csak annyit voltam bent a játékban, amíg a videókat felvettem. Tehát az maximum egy ilyen másfél óra lehet, és itt három órát ír nem tudom, szerintem ez nem működik túl jól. És akkor ugyanúgy, mint Pocket Edition, berányomtok, hogy Play, és akkor itt kirakjanaktek a világaitokat. Ugye nekem van egy My World, -nag, egy Self Building House, amit már egyszer bemutattam. A pályáknak a berakása az viszont nem úgy történik, mint ahogy az például a Pocket edition kell tenni. Ez egy picit hosszabb folyamat, azt most nem fogom elmagyarázni. Itt annyi a dolgotok, hogy rányomtok ide, és beimportáljátok a bizonyos pályát. Van egy ilyen oldal, hogy mcpdl.com. Itt vannak a leges, legjobb és legmegbízhatóbb Pocket Edition pályák, és itt, mit tudom én, bármelyiket meg szeretitek és le akarjátok tölteni, akkor letöltitek, kaptok a gépetekre egy ilyen külön Pocket Edition-ös és azt a fájt megnyitjátok szépen ennek a gombnak a segítségével. És akkor itt kiválasztjátok, megkeresitek, duplát ráklikkeltek, rányomtok, hogy import, és kész. És ben van a játékba, és itt megjelenik egy külön mappaként, mint ez a Self Building House Meme. Mert ennek nincs külön mappája az abdatában. Igazából pontosan nem tudom, hogy hol tárolja az adatait, de, de mindegy, a pályákat így kell berakni. És akkor ugyanúgy lehet újat létrehozni, New World, és akkor mit tudom én, generate random, és akkor itt ugyanúgy ki tudjátok választani a dolgokat, hogy mi legyen, most leszünk kreatívba, mert úgy érdemesebb bemutatni. Igen, és akkor play. Ennyi az egész. Ez picit hosszabban generál, mint a sima Minecraft. Nem mindig, de általában igen. És akkor itt is vagyunk a játékban. Öm, én azt vettem észre, hogy egy picivel több fps van, mint a sima Minecraftban, viszont ez nem azt jelenti, hogy ettől függetlenül jobb. Én úgy látom, hogy a textúrák azok egy picivel jobbak, nem biztos, hogy ez átjön a videón keresztül, mert nekem nem olyan jó minőségűek a videóim, mármint így minőség, tehát tényleges minőség szempontjából, tehát nem full HD, még mit tudom én. És vannak furcsaságok benne. Ugye a Pocket Editionben ott újjal húzogatott, tehát ott nem tűnnek föl ilyen dolgok, viszont egy tapasztalt Minecraft gamer az már igencsak fennakad egy-két dolgon. Tehát, ugye, shift, kell, Ezeket az itemeket be lehet dobni az igazi Minecraftba, vagy hát ez is igazi, de az eredeti Minecraftba, a kukába konkrétan. Akkor tegyük meg. Shift, bal klik. Látjátok, hogy eltűnik, és mindenki naivan azt gondolná, hogy igen, hát ez eltűnt, beledobódott a kukába, helyette beledobódott ide, az inventory -ba. És ez így miért? Tehát, hogy a kreatív módon belül van nekünk egy szörvájlős kinézetű ablakunk is. Tehát ez egy picit érdekes, csak így egyesével tudjátok bedobálni, úgyhogy ha ugye rányomtak, és akkor minden egyes alkalommal behúzzátok. Mondjuk az is számomra érdekes, hogy ha kreatívban vagyunk, akkor nekünk miért kell 64-et kiadjon. Tehát, hogy itt már nem látjátok, hogy 64 darab van, viszont, hogyha kiszedjük, akkor látjátok, hogy 64, illetve kraftolásnál is látszódik, hogy 64, viszont azt most nem mutatom be. Ebben a verzióban az állatok is elég furcsán működnek, tehát látjátok, hogy nagyon futkos a tehén, viszont nem halad előre, és hogyha megütjük, akkor konkrétan majdnem fél blokkot fölemelkedik, ami egy sima Minecraftban nem igazán figyelhető meg. Itt ugye fölte lehet váltani nézetet, és ez talán, mintha egy picit beljebb lenne az eredeti Minecrafthoz képest f 1 el ugyanúgy el lehet tüntetni a dolgokat, viszont nagy hátrány hogy nincs F3 menü, tehát nem tudjátok, hogy milyen koordinátán vagytok. Ez mondjuk picit fura, de nem értem egyébként, hogy miért nincs, illetve screenshotot sem tudtok készíteni, csak a sima screenshot gombbal. A repülés az nagyon fura, tehát a sima Minecraftban úgy van, hogy ha már nem nyomjátok a gombot, attól még talán egy vagy másfél blokkot tudtok repülni. Tehát van egy ilyen kis kilengés a repülésnek, itt megnyomom, már elég furcsán repül, elengedtem, és egyből megáll. Tehát ez is nagyon fura, hogy ugye nekem picit zavaró is, hogy egyből megáll, mert néha szeretem a kilengés, mit tudom én, és itt egyből megáll konkrétan, és ha mész, akkor ugyanaz van, tehát egyből megállsz, nincs semmi kilengés, és még a képernyő is egyből visszaugrik, és ami még egy nagyon furcsa dolog számomra, és nem tudom megérteni, hogy gépes verzióban ez miért szükséges, az az, hogy ahol van a célkereszt, és ránézünk a blokkra, az világít. És ez nem tudom, hogy miért jó. Tehát oké, okay, hogy mondjuk Pocket edition ez jó, mert ott tényleg látod, hogy megblokra blokkra ütsz, de hogyha gépen játszol Windows 10 akkor akkor nem mindegy. Tehát akkor itt látod, viszed az egeret, és látod a célkeresztet, hogy, hogy melyik vagy. És hát ugye nyilván ez a Minecraft is ugyanúgy működik, mint a Pocket Edition, tehát ugyanazok a crafting receptek, ugyanazok a célok konkrétan, és ugyanúgy tudsz mindent csinálni, mint egy Pocket Edition-ben, csak igazából ennek más a neve. Ez meg mi? Úgy őszintén, ilyet még nem láttam normális generálásba. Igen, hát hogyha különbségeket kell mondani, akkor ugye az eddigi dolgok, azok nagyon mérvadó különbségek, illetve az, az egész inventory, ami engem a Minecraft 1.2.5-re emlékeztet konkrétan, mert akkor nézett ki ilyesmi módon, és hát itt is el vannak választva blokkok egymástól, de mondjuk nem olyan részletességgel, mint a sima Minecraftban. De hát azért nagyjából itt is el vannak a választva ezek. Mondjuk elég érdekes módon, hogy a magnál vannak a nyilak, meg a könyvek. Tehát az az nagyon picit izgalmas. És hát itt van az összes, ugye, ahol tudtok keresni. De ez a pocket edition is így van. És hát különbségnek lehetne még mondani a víznek a színét, ami ténylegesen itt jobban néz ki viszont, viszont nem tudom, lehet, hogy a, a sima az jobban tetszik, mert ez, ez, nagyon sötét, tehát így belemegyek, és konkrétan semmit nem látok. És itt még ugye nem alakult ki a második kéz, de hát ez a sima a Pocket sem alakult még ki, szóval, szóval ezzel nincs gond. De így konkrétan innen felülről más a színe a víznek, mint hogyha lemegyünk. Tehát itt besötétül, hogyha megyünk lefelé, de ezt gondolom a fény hatására. Ó, oh, kis Bari, hello! Akkor átugranak a mobok tényleg, amit előbb bemutattam, hogyha megütöd őket, hogy, hogy ez egyszerűen eszméletlen. Itt a mozgás még ugyanolyan, viszont a repülésnél pedig egy kicsit nyomorékabb mozgása van ennek az egésznek, de, de hát így szeretjük a Minecraftot. Más különbséget egyébként nem is tudok bemutatni, gondolom mindenki ismeri a Pocket edition -t. igazából ahhoz kell mérni, hogy ugyanaz. Csak gépen is tudtak vele játszani, tehát egész egyszerűen ennyi. Én meg szeretném köszönni nektek a figyelmet, remélem, hogy tetszett ez a videó nektek, srácok hogyha így van, azt jelzétek egy lájka, és hogyha a editionben mutatok be valamit, akkor ezen a platformon fogom azt megtenni, mert így sokkal egyszerűbb felvenni, játszani, stb. Szóval, ha ti is szeretnétek Windows 10 editiont, akkor amit mondtam a videó elején, vegyétek meg a Minecraftot, és úgy giftkóddal aktiváljátok be ezt ingyen. Szóval, tényleg hát köszönöm a figyelmet nektek, srácok, ha nem vagytok, iratkozzatok fel, sziasztok!